Sziasztok, molyok! Szinti vagyok, és a mai videómban Szaszko Gabrieláról, az ő könyvéről és a Nyiskész a naplóról lesz szó. Már régóta ért bennem a gondolat, hogy meg kéne vennem Szaszko Gabriel a legújabb könyvét, kötetét, naplóját, nem is tudom igazándiból minek nevezzem, ez pedig nem más, mint a Nyisd ki ezt a naplót. Én eddig az írónő összes kötetét olvastam, viszont ez a naplószerű ilyen kreatívkodás eléggé távol áll tőlem. Viszont mivel szeretem az írónőt és a könyvét, ezért úgy döntöttem, hogy egy kis komfortzónán kívüli utazást fogok így YouTube-on kezdeni, és ezt a naplót fogom kitölteni előttetek. Viszont mielőtt elkezdeném szépen lassan kitöltögetni ezt a naplót, és elmondani, hogy mégis miről szól, meg mi a lényege, előtte szerintem egy kicsit beszéljünk Szaszko Gabrieláról és az ő könyveiről. Szaszko Gabrielának eddig 4 kötete jelent meg, ez a Pennington testvérek trilógia, illetve akkor a február, most mindegyikről röviden mesélek. Szaszko Gabrieláról azt kell tudni, hogy a Maxim kiadó első magyar szerzője volt. A kiadó egészen Szaszko Gabiig csak külföldi szerzőktől jelentetett meg kötete, és hát igazániból ő volt az első magyar szerző, akitől könyvek jöttek. Emellett ő fordítással és szerkesztéssel is foglalkozik, tehát egy igazi könyves létben élő személyről beszélünk. Maga a személyéről még annyit, hogy én nagyon szeretem Szaszko Gabrielát, többször volt lehetőségem vele találkozni. Számomra egy nagyon pozitív és kedves kisugárzású hölgyről van szó, és hát a történeteit is nagyon szeretem, és ő tipikusan az a magyar szerző, akinek, hogyha megjelenik egy könyv, akkor én ezt tuti elolvasom, mert annyira megfog a stílusa, pörgős, szeretem, és mindig valami kis dolgot ad nekem, ami megváltoztat így belülről, vagy a gondolkozásomat, vagy bármi ilyesmit. Na de akkor beszéljünk egy kicsit a könyveiről. Az első 3 könyve a Pennington testvérek trilógia, aminek a része is sorrendben, a Maradj velem, a Beszélj hozzám és a Vigyázz rám. Erről a 3 kötetéről igazándiból azt kell tudni, hogy ezek non-fiction műfajban sorolható kötetek. Én lélektaninak gondolnám őket igazándiból, semmilyen fantáziám nincs, valós életből merít, úgymond. Ennek a trilógiának 3 főszereplője van, Chris, David és Amy, és igazándiból ennek a 3 főszereplőnek különböző nézeteit, különböző gondolkozását mutatja be a trilógia, ugyanazt az esetet, csak hogy ki hogy éli meg ezt. Chris és David testvérek, és Amy pedig a két fiúhoz egy különböző módon fog kapcsolódni, most erről tényleg nem beszélnék bővebben. A fiúk eléggé nehéz gyerekkort éltek, és igazániból az írón ebbe a köteteibe azt próbálja bemutatni, hogy a gyerekkornak milyen fontos szerepe van egy ember életébe, és hogy mennyire kihatása van a felnőtt korunkra. Egyébként az írónő pszichológiával is foglalkozott egyetemen, ha jól tudom, szóval teljes mértékig hitelesen és jól adja át ezeket a gondolatokat. Chris öngyilkos lesz, így indul a történetünk, és David különböző módokon függőségeket próbálja leküzdeni a fájdalmat, és a történetek során kiderül, hogy Chris miért lett öngyilkos, David pedig miért fordul a függőségek felé. És ugye itt van Amy is, aki mind a két fiúval valamilyen szinten kapcsolatban áll, de itt igazániból valamilyen szinten egy szerelmi háromszög fog kialakulni, de nem a szokványos szerelmi háromszög. Higgyetek el nekem, én nem szeretem annyira a szerelmi háromszögeket, de itt teljesen más módon mutatja be ezt a dolgot, és szerintem teljes mértékig elfogadható. Tudom, sokan nem szeretik Amy karakterét a kötetekben, viszont én pont azért szeretem, mert olyan kettős az egész lány, illetve mind a két fiúval az a kapcsolata, hogy ő ott van mindkettők életében, az szerintem fontos és jó momentuma a regényeknek. Igazániból röviden ennyit a trilógiáról, amit tudni kell tényleg az, hogy a gyerekkori hatásokat vetíti át a felnőtt korra, illetve itt megjelenik a gyász, a függőségek, tehát elég fontos témákat dolgoz fel ebbe a trilógiába az írónő, szerintem mindenféleképpen érdemes elolvasni, és higgyétek el, hogy nagyon gyorsan le fogjátok darálni, már csak azért is, mert ezek a könyvek nagyon olvasmányosak, viszont itt nagyot ütnek. Ezután megjelent az írónőnek a Kora február kötete, ami már teljesen más volumenű, mint az eddigi kötetei.
Itt két szemét fogunk követni, Josh-t és Annát, akik felébrednek egy szobába, és igazániból nem ismerik egymást, nem értik, hogy mi történt, és rájönnek arra, hogy 5 év kiesett az életükből. Ők be vannak zárva egy házba, kint hóviardul, és igazániból nem értik, hogy mi történt, és hova lett ez az 5 év az életükből. Többet nem is mondanék, mert már lehet, hogy spoileres lenne. Itt egy olyan rejtély, egy olyan izgalomra ad megoldást az írónő, ami hát szerintem zseniális, tőle nem ezt szoktuk meg. Ez a kötet sokkal könnyedebb hangvételű, mint az előző említett Pennington testvérek trilógia, ez inkább könnyedebb olvasmányról van szó. Itt igazániból az a rejtély és az a mozgatórugó olvasás során, hogy mi történt, és ezt próbáljuk Josh-sal és Annával kideríteni, hogy hogy kerülnek ők oda, hova lett ez az 5 év az életükből, mi történt velük, és úgy egyébként, illetve hát kiderül neki dolgok, hogy úgy nekik már volt valaha együtt, tehát találkoztak már, viszont semmire nem emlékeznek ebből. Egy nagyon izgalmas, fordulatos regényről van szó. Én rettenetesen szerettem olvasni, és hát most azért nem menjünk el amellett, hogy az írónőnek az összes könyve milyen gyönyörű borítóval rendelkezik, tehát nagyon szép, nagyon igényes, nagyon jó történetek, szóval tényleg ajánlom őket elolvasásra nektek. Na és most, hogy beszéltünk így Czaszkó Gabrieláról és az ő könyvéről, akkor kicsit beszélnék a naplóról is, ami ugye ezt a nyisd ki ezt a naplót nevet viseli. Igazániból ez egy kicsit a nyílt ki ezt a naplóra hajaz, én úgy érzem, viszont ez kimondottan könyvmolyóknak készült kreatív megoldásokra. Tehát itt nincsen az, hogy törd össze a gerincét, meg rág meg, meg mit tudom én, mik voltak a nyílt ki ezt a naplóba, tehát itt kifejezetten a könyvmolyókra ment rá. Tehát most például, most kinyitom, legnagyobb könyves csalódások, tehát ilyen könyves tartalmakkal kapcsolatban próbálja az írónő a legtöbb kreativitást kihozni belőlünk könyvmolyókból. Ehhez igazániból mi szükségünk, ugyanúgy, mint a nyílt ki ezt a naplóhoz, ceruzától kezdve vízfesték, bármit használsz, ragaszhatsz, vághatsz, mindent csinálsz benne, csak itt tényleg igazándiból a könyves olvasmány élményeiddel kapcsolatban vannak kérdések, és ezeket kell kreatív módon megoldanod. Na és hát ebből fogok én egy videósorozatot indítani. Igen, mondtam már, hogy a kézügyességem nem a legjobb, és nem vagyok túl kreatív ilyen szinten, de viszont szeretném most kipróbálni magam ebben is, hogy egy kicsit fejlesszem ezt a kreatív vonalamat is. Illetve ebbe a könyvbe, itt hátul van ilyen, hogy 50 könyv, amit mindenkinek el kell olvasnia. Na itt felsorol 50 olyan könyvet Czaszkó Gabriella, az írónő, amit szerinte érdemes elolvasnunk kis életünk során. Na hát én ehhez is tervezek egy videósorozatot, hiszen tényleg olyan könyvekről van szó, amit én szeretnék is elolvasni, meg tényleg, hogyha így van. Szóval lesz egy olyan videósorozat, a Nyisd ki ezt a naplón belül, hogy ebből az 50 könyves listából 5 könyvet elolvasok, és egy videón belül elmondom, hogy szerintem érdemes elolvasni, helye van-e a listán, nekem hogy tetszett, és mit gondolok róla. Szóval ő ötösével fog erről érkezni, tehát hogyha minden jól megy, akkor 10 része lesz ennek a mini sorozatnak. Mini, annyira nem mini, mert 10 rész. Tehát ennek a sorozatnak. Szóval, röviden ennyit, könyvmolyoknak készült kreatív megoldások a napló. Kicsit ilyen nyílt ki ezt a napló típusú videókat fogok majd készíteni a csatornára, amiben látjátok, hogy én hogyan oldom meg ezeket a feladatokat minél kreatívabban. Nem ígérem, hogy mind ilyen fantasztikusan szép lesz, de igyekszem majd tényleg. Illetve amit említettem, ezt az 50 könyves listát is elkezdem majd olvasgatni, mert van abban olyan könyvek, amiket én már olvastam, csak régebben, szóval azt újraolvasom, meg tök sok könyv van, amit van a polcomon, szóval teljesen jó megoldás lesz most arra, hogy olvasok a könyves polcomról, és erről egy videósorozatot készítsek. Hogyha kíváncsi vagy a Nyisd ki ezt a naplót sorozatokra, akkor érdemes feliratkozni a csatornára, hogy ne maradjatok rá a friss tartalmakról, illetve erre az 50 könyves listáról. Már röviden ennyi lettem volna, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat, ha tetszett, nyomjatok egy like gombot, illetve ne felejtsetek el feliratkozni lent a csatornára. Találkozunk a legközelebbi videómban is, sziasztok!